Méretes szöszi. Magyar hangok. Rohatis Andrea. Kis Erika. Pálmai Szabolcs. Vadász Bea. Köves Dóra. A szalonnát. Nem is eszem, csak megkóstolom. Hogy tudjam, jó-e? Rendben, én szóltam. Rendben, csak válaszoltam. Gyere, reggelisz te is. Ez nem reggeli, hanem szívroham kenyérrel. Jó, de egy sékkel nem lehet kihúzni ebédig. Szerintem... Hé, nagy ötletem támad. Mi lenne, ha nem törődnél vele, hogy mit eszem, és én sem szólnék bele, hogy te mit kajálsz. Rendben? Oké. És? Hogy mennek az edzések, Eli? Ó, remekül. Erre jut eszembe, nem tudok moziba menni veletek a hétvégén, mert edzésem van és dolgoznom kell. Kicsim, le kéne lassítanod. Mindjárt vége a giminek. Ezek a legszebb éveid. Elszállnak és észre sem veszed. Mit tehetnék? Nincs pénzünk fősulira. Jól van, indulnunk kell. Eden, várj csak! Tesó, miért vagy ilyen undok anyuval? Mi? Nem vagyok undok vele. Mindig csak őt véded. Miért is? Ő életet adott nekem, te meg csak rúgás. Ezt add össze. Várjunk, nem is tudsz összeadni. Sajnálok. Szívás. Szia, Eli. Megint hozzám dobták be a postádat. Az egyetemtől jött. Mi van? Miért hozott haza a munkádat? Szívrohamot kapok tőled. Igen, nos, sajnálom. Ez lesz az új maszk. Szerinted nem ez a legjobb művem? Ha? Hé, várj csak, a nyelvét nem is láttad. Kész mestermű, nem? Mi? Ezt igennek veszem. Környezetszennyezés ránk is kihat. Ideje tennünk valamit ellene. Hű. Szép munka, hölgyei! Nos, nagyon zöldek vagytok. Jól van, a következő feladat jövő hétfőre az osztály honlapján kezdő filmeseknek. Addig... Nyugi, ez már nem kötelező, diákfilmesek versenye lesz idén a gimnáziumi életről szóló dokumentumfilmekkel, de... Nem már! Csak saját szemszögetekből. Szép munka, bocsátok, tetszett a filmetek. Hónap végéig lehet jelentkezni. Mindent bele, jó munkát. Szeretném, hogy te is jelentkezni. Szép volt. Köszönöm. Várj, Eli! Hé, várj meg! Elolvastad a kiírást? Azt mondta, nem kötelező, így sincs semmi időm. És mi a véleményed a sztétről? Nem tudom miért, szerintem pont olyan, mint a többi főiskola. De ennek híres a szobból csapat, ők beszámítják a pontjaimat. Sportösztöndíjat adnak a gólyáknak, nekem meg éppen ezt kell. Ez a média pályázat is éppen erről szól, hallgass. Harmadik országos diákfilmverseny, nevezni olyan dokumentumfilmekkel lehet, amelyek a gimnáziumi élet kihívásait mutatják be egyéni szemszögből. És aztán? Tutira megnyerjük. Te adod az ötletet, én a technikát. Leforgatjuk, biztosra mehetünk. Nem, erre nincs időm. $10,000 sem? Ez most komoly? Elteheted. Nekem nem kell ösztöndíj. Elég, ha ezzel a dokumentumfilmmel bejutok a filmművészetére. Oké, miért ilyen patkány minden matek tanár? Nem hiszem el. Gyere, ígyunk valamit matek órán. Eli! És a verseny? Figyelj, ennyi múlik a sportösztöndíjam. Arra kell összpontosítanom. Ne haragudj, kérlek. Ütemesen! Hát, Michael érdeklődött rólad. Nem, csak ugratsz. Igen, tényleg ugratlak. Akkor vajon, ki figyeli ott, hogyan edzel? 120. 121. Jó, elég. Állj, eleget szenvedtem. Ellison, Kendall, gyertek ide. Szóval, szétküldtem a videókat. Most jelzett vissza a Tét megfigyelője. És? Ide jön a pénteki meccsre megnézni titeket. Helyem! Figyelj, Ellison!
Csak hogy tudd, igazából te érdekled őket. Azt mondták, ha tetszel nekik pénteken, biztosan felvesznek. Ne már. Ez most komoly, te jó ég, ezt nem hiszem el. Nem fog csalódni, mert nem ígérem. Köszönöm. Oké, még egyet. Mi Edel neve, ha babot evett? Nem tudom. Elég! Bab pacal. Ez jó volt. Hát ő is nem hívott. Kéri vissza az agyát. Ja, inkább egy dagi hívott a sapkájáért. Nem már, Robi, add vissza az Kéri, a papámé! Hagyd békén! Te hagyd békén! Ó, remek visszavágás. Biztos emiatt szerelmes beléd az összes csaj, öcsi. Eli! Ki tudja. Te biztos. Viszlát, Dagi. Hello, szívesen. Hű, köszi. Most tényleg jobb, hogy a nővérem védett meg tisztalózásig. Nem avatkoztam volna bele, ha megvéded magad. De hát, haver, miért tűred ezt? Hol a büszkeséged? Talán a szekrényemben hagytam, ahová bezártak. Ha gondolod, beszélek a Dirivel, kedvel engem. No hát, az egész világ kedvel téged, Eli. Állj le, oké? Ettől csak még rosszabb lesz. Ne mondd el anyának, rendben? Jó, megígérem. Menjünk haza. De hát szeretlek. Azóta erről álmodom, mióta levittelek az első softball edzésre. Klassz! Egyenes utad van a főiskolára, büszke vagyok rád, Eli. Hé, apa, először meg kell feleljek neki. Láttad már magad játszani? Biztos bent vagy. Felhívom az unokatesóidat, hogy jöjjenek ki szurkolni. Hadd hallja a megfigyelő, milyen népszerű vagy. Ne tedd előre, kiver tőle a frász. Ne nézz ide. Csináltam valamit. Ünneplünk. Ez király. Neked is meg kell kóstolnod el. Anya, oda kell figyelnem a súlyomra a szezonban. Nem eszem ilyet. Jaj, kicsim. Mindenki irigyli az alapodat. Egyél egy szeletet. Hé, békében szeretnék enni. Meg kéne tanulnod a különbséget a diéta és az éhezés között. Nos, szerintem ezt a tortát magadnak csináltad, és nem nekem. Szerintem meg ne gyanak, hogyha nem köszönt meg. A diéta idegessé tesz. Hát, ha tényleg nekem van, akkor leviszem az edzésre a csajoknak, és partizunk. Ne, egyre több hülyeséget beszélsz. Hé, hol van a szerencse sapkám? Nem te vetted fel ma? Én kértem el tőle, bent hagytam a szekrényben, megyek dolgozni. Tartsak meg, biztos szerencsét hoz neked holnap. Tudod, hogy lehetnék gazdag? Figyelj, ha tudnám, gondolod, hogy még itt lennék. De komolyan, nem már. Szia, mit keresel itt? Téged kereslek. Úgy hallottam, itt tartanak fogva, és cipőket kell kiadnod. Igaz ez? Hát igen. Kiszabadítalak. Gyere, meghívlak egy körre. De nem lehet, még 25 percig tart a munkaidőm. Hé, te tavaly végeztél nálunk, nem? Miért? Emlékszel rám? Hát persze. Randall. Randy. Ugye ismerős neked a karma fogalma? Mi lenne, ha elengednéd a csajt fél órával előbb? Gyerünk, légy jó fej. Jó, meg lehet oldani. Majd én átszámolom. Nem nagy ügy, úgyhogy... Köszi. Sem hiszem, hogy elengedett. Mit csinálsz, te nemet mond? Arra nem is gondoltam. És azt hétre fogsz járni ősztön, ugye? Igen. Felvettek előre. Kendall mondta, hogy kijön egy megfigyelő megnézni holnap. Igen. Nagyon ideges volt, amikor tavaly engem néztek meg. Folyt a víz a sisakomból. Tanácsolsz valamit ezen a kedves dolgon kívül? Igen. Ne gondolj rá, mekkora tétje. Mivel Edinek és Kendallnek nem kell annyira az ösztöndíj, mint neked, ők kevésbé izgulnak. Te csak a játékra figyelj, ne a tétre. Azaz felejtsem el, hogy ezért a pillanatért dolgoztam egész eddigi életemben. Röviden, igen. Jó. Szívesen eljönnék, hogy megnézzelek. Idegesítene? Nem, gyere csak. Ez egy szabad ország. Ütés! Ott a megfigyelő. Ez az, a Davisnél az ütés. Gyerünk, mindent bele! Na, gyerünk! Most szórakozol vele? Menj el, nem foglak visszatartani. Mozi helyett inkább megnézed a csajok játékát. Öreg, te bekattantál. Hajrá, Davis, hajrá!
szívcsontörés. Nem szilánkosan tört, talán elkerülhető a műtéti beavatkozás. Rendben, mégis mire számíthatunk? Tudok játszani a szezonban. Most inkább összpontosítsunk a gyógyulásra. Talán jövőre fogsz tudni játszani. Talán? Talán inkább műtsenek meg, vagy bármit, csak játszhassak. A következő 8 hétben dől el minden. Utána következik egy intenzív fizikoterápia, aztán meglátjuk. Ó, kicsim, annyira sajnálom. Eli, hívtam. De már kiosztották az ösztöndíjakat, te is tudod. Kendall kapta meg a State-re egy hónapja. Én nem is szorul rá. Nézd, felvételizhetsz máshova is. Biztos bejutsz, ha van csapatuk. Nem, mert nincs meg rá a pénzem. A sportösztöndíj volt az egyetlen esélyem. Kérem, én rászorulok. Kell nekem. Sajnálom. Pain inside. Her actions just might be explained. The scar she bears makes her feel like dirt. But as the dirt has been unmasked, she takes on the blame. Oh, she needs faith. Elvesztetted az orrodat. Köszönöm. Mi van? Elkészíthetném rólad a boldogtalanság maszkját. Akarsz róla beszélni? Szerinted azért tücsörgök itt kint, mert beszélni akarok róla? Hát, ha segíthetek valamiben, nyugodtan szólj, jó? Oké? Jó van. Hű, nagy baj lehet. Szia! Mi történt? Inkább ne beszéljünk róla. Jó napod volt? Inkább ne beszéljünk róla. Oké, örültem a beszélgetésnek, remek. Ha nem vágnál állandóan vissza okos tojást, talán a haverjaid visszaadnák a cipődet. Mi köze ennek ahhoz, hogy mit beszélek? Miért? Talán nincs. Néhány gyerek már akkor tudja, hogy utál, mielőtt kinyitom a szám. Mert zsigerből utálják a hájpacnikat. Azt akarod mondani, hogy nincs ráhatásod arra, hogy bánjanak veled a srácok? Nem már, Edem, az emberek csak visszatükrözik a viselkedésedet. Tényleg azt hiszed, hogy azért vagy népszerű, mert sokkal kedvesebb vagy a többieknél? Nem gondolod, hogy a vékony, csinos sportstárságod is belejátszik ebbe? Csak segíteni akartam. Ezzel az erővel matekozhatnánk is, hogy segítenél valamiben, amiről egyértelmű, hogy fogalma sincs. Oh, micsoda egy nap. Tudod, arra gondoltam, csaphatnánk egy csajos hétvégét. A nagyival. Biztos megint sokat nevetnénk. Te is jobban lennél tőle. Régebben szeretted megbeszélni velem a gondjaidat, és mindig meg is oldottuk őket. Szeretném, ha beszélgetnénk. Igen, azt is szeretnéd, ha több pénzünk lenne. Szeretnéd, hogy ne dolgozzak. Én meg azt szeretném, ha végre belátnád, hogy te is lehetsz hibás. Még soha nem hallottam, hogy bocsánatot kértél volna a történtekért. Ellison, azért kérlek bocsánatot, mert megbetegedtem. Nem megbetegedtél, hanem direkt beteg lettél. Tudod, ideje lenne végre felnőnöd, és nem engem büntetned.
Jó, akkor mondd meg, melyik nap az, amikor nem én vagyok a hibás. Eli, ha valakit okolnod kell a történtekért, okolj inkább engem. Anya betegségére ment el a félretett pénzünk. Miatt te nem mehetek egyetemre? Eli, elég. Miért véditek meg mindig? Miért nem lehet kimondani az igazat? Azért, mert az igazság nem olyan egyszerű dolog, mint ahogy te gondolod. Ne piszkáld miatt a anyádat, rendben? Harmadik országos diákfilmverseny. Várj, lecsukom. Mehetünk. Mindig is tűzoltó akartam lenni, ebbe csak úgy belecsöppentem. Ez most komoly? Nagyon sok időt vesztettünk. Ha belekezdünk, köszi. Olyan téma kell, ami ütős, valami szexis. Ez olyan. A hájpacni. Mi? Jó van, emlékszel arra a filmre, ahol az a pasi feketének öltözött, hogy bemutassa a rasszizmust? Halványan. Na jó, téma volt a rasszizmus, a nemi megkülönböztetés, de a kövérséget még senki sem tárta fel így. Ez teljesen egyedi. Jó van, ezt hallgass meg. Mindenki a gyerekkori elhízás okait keresi. Uh-huh. Igaz? Mindig orvosok, szakértők és kívülállók beszélnek róla. A mi filmünk belülről mutatja be a gondot. Egy kövér ember szemszögéből láttatjuk meg. Na és ki játsza? Én. Kár. Láttad már magad? Olyan vagy, mint egy baseballozó szexbomba, Barbie. Épp, szabból. Mindegy. A lényeg, nem igazán vagy az a kimondottan hájas csaj. És mi lenne, ha mindkettő lennék? Ha így mutatnánk be a dolgot. Fog, te leszel a kövér csajok áhított sztársminkese. Ó, semmi ha. Mindenki tudja, hogy zseni vagyok. Hm. Jó, még csak én tudom, de attól még igaz. Tudjátok, hogy a filmnek a gimis életről kell szólnia. Hogy fogjuk megcsinálni, mikor mindjárt vége az iskolának? Nyári suli, most, hogy ugrott az összedíjam, szükségem lesz plusz pontokra. Fúj. Ha, nyári suli, a csapat miatt mindent meg kell tenni. Nem, mintha számítana, úgysem hiszik el, hogy... Anyám! Na, milyen vagyok? Ó, nem megmondtam, hogy zseni vagyok! Lehet, hogy tényleg meg tudjuk csinálni. Hűha, hol vagyok én? Be kell vallanom! Zseniális volt tőled ez az ötlet. Hogy jutott eszedbe? Hát tényleg emlett abból, hogy azt hallgassam, mit tudod te nem vagy kövér. Uh-huh. Itt van például az öcsém Edem, a világ legokosabb gyereke. De a túlsúlya megmérgezi az életét. Szerinte a kövérség egyenlő a lúzerséggel, beletörődik. Hát szerintem van némi igazsága. Nézd, a családom fele túlsúlyos, úgyhogy van némi rálátásom. Ronda dolog tőlem, de szerintem a kövérek a súlyukat kifogásként használják. Szinte mindenre. Igen, tényleg nem vagy elfogult. Nos, ezt majd meglátjuk. Hű, rájöttél, mekkora szociológiai kísérlet lesz ebből? A kinézetem megváltozik, de a viselkedésem nem. Ha nekem van igazam, meg fognak kedvelni. Ha az öcsémnek, akkor is megért egy próbát. Hátra dőlünk és rögzítjük kamerán. Ezt figyeld meg. Ez a videónaplódnak lesz, a zsákodba tesszük. Mint egy visszapillantó. És ez a kis cukiság lesz a főkamera. Mikrodigikem a szemüvegedbe építve. CIA ügynök lettél? Honnan szerezted ezeket? A szüleim elfoglaltak. Válóférben vannak. A szülői bűntudat néha kifizetődő.
Jó lehet a gazdagoknak. Jó lehet a suli bálkirálynőjének. Ojaj, ez Kendall. Te udvarhölgy. Bocsika. Én a nyári tanfolyamok a Lucas Valley gimiben. De miért épp ott? Nem csinálhatjuk a saját sulinkban. Észrevehetted, végeztünk. Ájjájjáj, én nem csak a biológiát tudnám felvenni. Vagy a kémiát. Az is tiszta matek. Lerontja az átlagomat. Megküzdöttél a sportösztöndíjadért is, nem? Akkor azt mondtad, nincs más esélyed. Rendítsek. Lássuk csak. Videónapló első nap. Nem fura, hogy ideges vagyok, mivel nem mindenki szokott más emberek bőrébe bújni. Allison! Kicsim, mit csinálsz ilyen korán? A suli csak délben kezdődik. És mit mondtál neki? Hogy kocogni megyek láberősítésnek. Miért kell titkolóznod? Talán mert kövérnek maszkírozom magam. Szerintem eléggé sértőnek találná. Nem? Jó reggelt! Elnézést! Köszi! Bocsánat! Elnézést! Ó, oh, meglöktem! Bocsi! Hello! Hello! Bocsi! Jamie, rájöttem, a buszok nem kövér barátok. Jól van. Tudod, mi a feladatod? Igen, először kapcsolatba lépni többféle csoporttal. Reakciók rögzítése, másodszor meg meghódítani őket. Így van. Hoztam neked Fincsi ebédet. Nézd meg, mit szólnak hozzá, és próbálkozz a menőcsajoknál is. Új vagyok, honnan tudjam, hogy kik a menőcsajok? Nem ár, a menőcsajok mindegy formák. Hosszú haj, rövid szoknya, túlzott önbizalom. De hát csak felismered a fajtád. Még jó, hogy te nem vagy elfogult. Nos, te is most lépsz ki a saját sztereotípiádból. Jó szórakozást. Na, vidd az ebédet is. Mulass jól! Hé, hey, Mouse, meddig maradsz? Jó, négykor relépjünk. Rendben. Valami ilyesmi, bár nem tudok jól rajzolni. Elnézést, hogy késtem, nem a legjobb bemutatkozás első nap. Írd alá. Szép az inged. Ez jó. Csak lenne szakadni a padló. Nem veszi észre magát. Hosszú haj, rövid szoknya, túlzott önbizalom. Még jó. Ha, sajnálom, bocsánat, elnézést. Nagyon tréja kaja a büfében, mi? Még jó, hogy elhoztam az ebédemet. Megengeditek, hogy ide üljek? Gyerünk, csajok. Nem kell. Köszi, örülök, hogy talisztunk. Sziasztok. Thank you.
Nekem rossz, de a filmnek jó. Két lábon járó sztereotípiák. Tényleg? Igen. Mindenki utálta az új hájas csajt. Volt, aki múzott. Hát kik ezek? Képzeld, senki sem jött oda hozzám. Holnap talán jobb lesz. Ha neked van igazad? Így lesz. A kedvesség és a kitartás több, mint a kinézet. Majd meglátod. Mennem kell. Szia! Anya! Anya! A boltba ment. Szia! Szia! Hámozok neked zöldséget vagy gyümölcsöt, ha szeretnéd, jó? Pizza hétfő van! Ne alázd be a pizza hétfőt! Verset írsz? Talán. Szépséged letagóz. Oké, verset írok. És akkor mi van? Csak valami, hát valakinek. Az a valaki egy lány? Megan. A neve Megan. Gyerünk, mondd el, mit feled, Rómeó. Ja, mintha valaha is odaadnám neki. Így minden egység egyformán fontos az élő szervezetek funkciója szempontjából. Látható, hogy a nagyobb molekulák a kisebb molekulájuk piramidinekkel kapcsolódnak össze a DNS spirálban. Nagyon fontos, hogy ezek az építő elemek megfelelő sorrendben legyenek. Így a guanin nukleid párja vajon mi lesz? Hát persze, hogy a citozin csak így tud beépülni a DNS láncba. Ellison, kiosztanád az ellenőrző teszteket? Bum, bum, bum. Tudod, mit mondanak a nagy szájú srácokról? Minden másuk iszonyú kicsi. Kuss már! Hétfőn dolgozat lesz, és nézzétek át az adaptív radiológiai rendszereket. Miért nem tud ez a nő érthetően beszélni? Ja, elég brutális. Hé, jól jön egy tanulótárs néha. Hihetetlen, hogy milyen béna vagyok mostanában, azt sem tudom, hol áll a fejem. George vagyok. Én meg Eli. Ő meg Ramona. Szia. Hallottam, hogy tanulótársat keresel. Mi pénteken tanulunk, csatlakozhatsz. Igen, szeretnék. A belépő 3 zacsi chips. Oké. Én nem szoktam ilyesmit enni. Nem ára, sajtos a legjobb kell az élvezet. Nos, akkor jössz pénteken? Igen. Oh, ezt nézd! Egy elefánt! Vigyázz, eltapos! Ez jó volt! Jaj, gőzt is talán! Annyi, hogy utálok kövér lenni. Utálom a dagi kezemet, a dagat képemet, és még tudod mit? Legjobban a kövér ellenességet utálom, ami körbevesz. Kéne állatom ezt a ronda dagi jelmet, megőrülök, ha még egyszer fel kell vennem. Olyan, mint a feljogosítanék vele mindenkit, hogy lenézzen. Mr. Johnston? Bukta. Mit keres maga itt? Nem is ez az iskolája. Na és te? Nyári kurzusokat tartok itt, tehát megvan a jogalapom, hogy itt legyek, ami rólad nem mondható el. Na jó. Először is ne reagáljuk ezt túl, azaz
Miért baj az, ha kifestem magam egy kicsit, és rétegesen öltözöm fel? Jól van, a rejtett kamera már neccesebb. Azért ez nem fair! Nem hittem, hogy itt találom, pedig maga miatt vagyok itt, a filmes versenye miatt. Csak azt teszem, amit egész évben kér tőlünk. Árruhában? Nem, csak egy történetet akarok elmondani a rendelkezésemre álló eszközökkel. Jól van, mi a történet? Hát, azt még én sem tudom. Nézze, kell nekem ez a versenydíj, és a filmem nagyon sok kérdést boncolgat, mint a túlsúly, az identitás, és én úgy gondolom, az embereket érdekelni a választ, ha megadná rá az esélyt. Rendben. Igazi rendben? Most magyarázzam el, mit jelent az, hogy rendben. Ne, bocsi. Köszönöm. Úgy köszönöm meg, hogy komolyan veszed, és jó filmet csinálsz, és látni akarom a végső verziót, mielőtt beküldítek. Na, beleegyezett. Megcsinálhatjuk? Nem csak, hogy beleegyezett, de még segíteni is fog, és át is nézi. Tudod, komolyan gondoltam, amit mondtam neki. Szerintem nagyon ütős film. Jó, igen, George vagyok. Na, hogy tetszik ez a felvétel? A dagi csaj és a lúzer. Jöhet. Miért? Azt hitted, csak a menőkkel foglalkozunk? Nos, így volt, amíg meg nem láttam őket. Ők a tutik. Szánalmas, de érzelmes. Dag a csaj és a lúzer barátja. Hát elég, ők az egyetlenek, akik eddig szóba álltak velem. Pontosan, épp ezért használjuk fel. Akármilyen jó is a jelmezed, mégiscsak egy csinos csaj van benne. Kit érdekel, ha megsértenek? Már bocsi. Persze. Mit javasolsz? Tényleg szeretnéd, hogy ütős legyen? Találd ki, milyen lehet, ha nem jön le a jelmez. Azt is bemutatjuk. Lássuk. Jöhet! Ez az! Vette! Fogd már! Gyerünk! Ja, ide! Rendben, vigyázz! Szép dobás volt! Nekem elég mindenkiből. Hé, hey, Joel! Igen? Hallom, egész jól összemelegettél Darcyval Lawsonék bulián. Kerüld el azt a Darcyt, írtóra meg fog hízni. Láttad már az anyját? Mondd meg neki te is, Michael. Igen, haver, elbukott az anyateszten. Sajnálom. Áj, az anya min? Ez olyan pasis duma. Hülyeség. Dehogy is, inkább zseniális. Ha kíváncsi vagy, milyen lesz a csaj 10 év múlva, nézd meg az anyját. Van egy jó viccem, figyelsz. Mikor olyan a jegygyűrű, mint egy pumpa? Amikor ráhúzod egy lány ujjára. Seggfej! Bunkók vagytok! Ó, neked nincs miért aggódnod, nekem bejön az anyukád. Igen, nekem is. Te jó ég, pofátlanok vagytok! Gyere, gyere! Kapj el, vedd el, ha tudod! Elveszed? Eddie egy jó nagy bunkó, nem? Igen, de jót akar. Nem az ő hibája. Egy kicsit lökött. Hű. Erre nem számítottál, igaz? Nem, de semmi baj. Vártam. Azért megijedtél tőle egy kicsit, nem, igaz? Nem, jó volt, klassz. Igen, az volt. Nagyon imádni való vagy most. Csúcs, pedig inkább szexi akartam lenni. Túl jól sikerült. Ja, látom, tényleg. Na gyere, te imádni valóan szexi, hazakísérlek. Jó van. Nem olyan vagy, mint gondoltam. Sokkal jobb. A csinos csajok általában dirisek. Köszi. Nos, akkor ezek szerint én nem vagyok csinos lány. Nem, ezt bókfélének szántam. Tudod, mi tetszik még benned? Kedves vagy. Közvetlen. Nem játszod meg magad. És ez nagyon szexi. Hát, most jön az a rész, amikor behívsz, és elkezdünk őrülten csókolózni a kanapédon. Nem, most jön az, amikor elmész. A szüleim bármikor itt lehetnek. És akkor mi van? Várjuk meg. Szeretni fognak? Nagyon jól játszom az úriembert. Igen? Uh-huh. Nem, tényleg menned kell, ma még dolgom van. Egy másik pasival? Erősebb, mint én? Mi? Nem! Ó, tehát gyengébb ez, jó? Nem, nincs semmiféle pasi, csak van még pár elintéznivalóm. De nem mondod el nekem, hogy mi vagy ki. Nem. Allison titkos élete. Igen, beletrafáltál. Rendben, elengedlek. Köszi. Mi lenne, ha holnap újra találkoznánk? Most már csak mi ketten. Jó van, talizzunk.
Rendben. Ami az úriemberséget illeti, komolyan mondtam, de legyen titok. Oké. Kell-e nagyobb Isten bizonyíték, mint a sajtos chips, kérdem én. Ez döntse el a zsinat. Hé, ti mit értetek a 33-as kérdésre? A miláz? Ez most kérdés volt, vagy egy jó válasz? A jó válasz. Ramon a profi ebben. Le kell lépnem, próbám van. Órán találkozunk. Zenélnek. Hallanod kéne őket, királyok. Nagyon jól tolják. Ja, miért jársz nyári suliba, hiszen minden tárban zseni vagy? Elegem van. Minél előbb le kell érettségiznem. Remélem, az eszemet még értékelik. Ja, és tudtam, hogy George is itt lesz. Jó fej így. Te jó hég, belezúgtál George-ba. Shhh. Hogy nem vettem észre? Nem igaz. De igen. Nem igaz, de már azt hiszem nem számít. Te tetszel neki. Persze, megértem. Hisz te olyan csinos vagy. Bárcsak így tudnék öltözni. Komolyan mondod? Ezen igazán könnyen segíthetünk. Kezdek félni. A ruha nem divatcikk, hanem fegyver, mert a gimiben harc van. Azt kell felvenned, amiben kitűnsz, az majd önbizalmat ad. Ez tutira jól állna neked, és George-nak is tetszene. Szerintem itt nincs semmi a méretemben. Dehogy, csak mindig 6 mérettel nagyobbat veszel. Viseld a ruhát, ne bujkálj benne. Nézd, a dagi boltokban dagi ruhát kapni, neked valami dögösebb kell. Felpróbálnád ezt a méretet, vagy nemet mondasz? Oké. Rendben. Azt hiszem, figyelnek. Miért? Azt hiszik, 40 alatt mindenki lopkodná már. Maguknak szeretnének vásárolni? Igen. Lehet, hogy a duci boltban egy kicsit lejjebb van a méretükben ruha. Majd én visszaakasztom. Rendben. Gyere. Úgy sem lett volna jó. Arra gondoltam, talán elmehetnénk hármasban moziba. Persze csak, ha ráérsz. Biztos nem érsz rá. Úgy szóval... akarsz tenni, mintha mi sem történt volna? Gyere, menjünk vissza. Kérlek, ne. Ne fújj már fel. Különböző színekben gyártják, és nagyon sokféle anyagból. Hello! Emlékszik rám? Most kicsit cikis részén jobb, ha kimarad belőle. Elnézést kérek. Az jó, mert épp ezért jöttünk vissza. Megsértette a barátnőmet. Rendben, jobb lenne, ha megnyugodna. Önnek meg jobb lenne, ha többet enne, de én magával ellentétben nem bíráskodom. Jól van, tudja mi, drágám? Éppen a tényleges vevőkkel foglalkoztam, ezért megkérem, hogy távozzanak, rendben? Jó, akkor megkérném, hogy küldje ide a boltvezetőt, és ha ő sem hajlandó bocsánatot kérni, akkor felhívom a központjukat, és higgy el, megteszem. Lehet, hogy nem én vagyok a célközönségük, de vannak barátaim, akik itt vásárolnak, és higgy el, elmondom nekik, hogy bánt velünk. Itt vagyok, Zsanin. Rendben. Parancsoljanak, miben segíthetek? Tisztára, mint Richard Gere és Julia Roberts, a micsoda nőben. Tudod, hogy magad választottad a lúzer szerepét? Azt nem értem. Honnan van ennyi önbizalmad, mintha minden leperegne rólad? De mi? Tudod, hogy értem. Mert ha dagi vagyok, többé már nem enyém a testem. Mindenkinek joga van megjegyzést tenni rám, de mégis, hogy gondolják? Nagyon jó kérdés. Azt hittem, hogy légzsák van benne. Nem már. Mintha neked nem lenne dugi kajád. Vegyél belőle. Nem kérek. A másik dolog az. Enni kezdek a stresszért, és utálok tornázni. De az én dolgom. Miért szól bele mindenki? Na és az egészségügyi rendszer. Tudod, hogy mit szoktak mondani, hogy a dagik, azaz a túlsúlyosak, sokba kerülnek? Eli. Tényleg azt gondolod, hogy azért múztak rád, mert aggódnak az egészségügyért? Ja, ez jó ellenérv. De azért van benne igazság is, mert hát a mamám is ebbe betegedett bele 6 évvel ezelőtt. Mi történt? Nos, hát mindig küzdött a súlyával, és aztán egy nap végleg feladta. Elég durván. Folyton evett, meg nassolt. Cukorbeteg lett, de tovább bevett.
Diétára fogták, de nem tartotta be. Szívrohamot kellett kapnia ahhoz, hogy abba hagyja ezt. Sajnálom. És hogy van most? Egész jól. 40 kilóval könnyebb. Már régen, de nem tudom, mi lesz, ha újra kezdi. Félek rá gondolni. Tudod, ha alkoholista lenne, akkor tudnám utálni azért, mert tönkreteszi az életét, a családot, de milyen gyerek az, aki azért utálja az anyát, mert kövér? Már az általánosban is én voltam a legkövérebb. A 8. ballagáson nem találtak rám talált. És az egyetlen csók, amit kaptam, csak viccből volt. Sajnálom, nem akartalak felkavarni. Nem, semmi baj. Néha kell. Csak hát... Hogy várják el, hogy értékesnek érezzem magam, mikor? Naponta ezerszer mondják el, hogy nem vagyok az. Hát erre még sosem gondoltam. Annyi biztos. Az alkeszek nem azért isznak, mert szomjasak elé. Anyádnak 3-szor kell szembesülnie a kajával minden nap. És az nem könnyű. Tudod, annyira jó, hogy veled beszélhetek erről őszintén. Szóval fogalmam sem volt, milyen nehéz dolog lesz Daginak lenni. Mert hát mi az egésznek a célja? Mit tanulhatok ebből? Még mindig nem tudom, hogy Ramona és Edem hogy bírja ezt ki. És hogy mi többiek miért reagálunk úgy rájuk, mintha jogunk volna megítélni őket. Én sem vagyok jobb. Rájöttem. Mivel Ramonának igaza van, én is bírálom anyámat a kövérsége miatt. Hogy hozhatnám ezt anyunál szóba? Mikor érdemes megmondani az igazat? Kopogtál? Lehetnél kedvesebb. Beszélnünk kell. Úgy érzem, eltávolodunk. Tudom, hogy ez teljesen normális dolog a felnőtté válás időszakában, de... Anya... Kicsim, ez így van, csak abban nem vagyok biztos, hogy ennyi az egész. Alig vagy velünk itthon újabban. Minden rendben van? Igen, nincs semmi baj, az új barátaimmal vagyok, nem ismered őket. Nézd, tudom, hogy nagyon durva voltam veled, és nagyon sajnálom, csak hát túl sok minden történik. Lehet róla beszélni? Most még nem. Alig várom, hogy újra játszassak. A következő szezonban már tökéletes lesz a lábam. Így lesz, de ne erről, és majd kialakul. Edivel egy kis bulit tervezünk este a mólon. Eljössz? Ha, nem megy. Miért? Tudod, sok időt elvesz a munka és a nyári suli is, így... Igen, tudom. Nem te dolgozol egyedül. Kezdem azt hinni, hogy tényleg kettős életet élsz. Szerintem ezt én sosem értem meg. Tényleg, még nem is mondtad, hogy tovább szeretnél tanulni, vagy inkább dolgozni fogsz? Eddig csak arra összpontosítottam, hogy le tudjak érettségizni. A szüleid nem nyaggatnak miatta? Az enyém kész boszorkányüldözést folytattak, míg nem jelentkeztem. Nem igazán izgatja őket. Tudod, nálunk az öcsém az eszesebb. Szerintem engem fel sem vennének. Most mit csinálunk? Leskelődünk, rejtőzünk. Remélem, jó lesz. Azt nem mondta, hogy Kendall is jön. Nézd már, rögtön rámászott Michael-re a tök. Oké, és ki is Michael? Hát a srác, akivel majd nem járok. Te egy ilyen pasival jársz? Egy ilyen pasival jársz, király! Azt mondtam, hogy majdnem. Rendben, bevallhatod a csajklassz. Szokványos, márkátlan módon. Bizonyos pasiknak ez tetszik. Aja, és neked? A kedves, nem túl kapós. Nézd, megmozgatja a fantáziámat, dögös, de ennyi. De inkább járok olyannal, akiről látszik, hogy természetes.
Azok még ön, nem igaz? Menj, hívd Randira! A csajoknak bejön a rámenőség. Ha meg visszautasít, akkor mi van? Például teljesen megöli az önbizalmam. Akkor menj oda és viccelődj. Bocs, hogy segíteni akartam. Eli, lúzer vagyok. Nem parti arc. Soha nem mondana igent egy ilyen pasinak. Adam, megdöbbentesz. És szeretnék fele olyan vicces lenni, mint te vagy, olyan okos. És olyan illatos is. Igen, az is. Ha neked tetszik valaki, még nem biztos, hogy neki is bejössz, de ez már csak így van. Ha valami hülye okból visszautasít, ez az ő baja. De ha csúfolódó bunkok miatt úgy érzed, hogy nem mehet oda hozzá, akkor ez már a tiéd. Ez az! Ne csúfold meg önmagad. Ennél sokkal többet érdemelsz. Tudod, kezd egészen bekebelezni ez a dolog. Azt sem értem, hogy mit akarunk vele elérni, vagy hogy van-e tanulsága. Merre találták ki a vágószobát? Tudod, a dagifóbia létezik. Sőt, egyre romlik. Mivel ha felszedsz 10 kilót, úgy érzed, hogy az emberek a ronda hájas kajálógépet látják benned. Jó, akkor tiltassuk be a sült krumplit. Ez nem vicces. A, de igen. És B, senki sem szereti az álszent szexbombát. Észrevetted, hogy nem vagy igazán dagi, ugye? Honnan tudjam, hogy valamikor nem leszek-e, az már is felszedtem 4 kilót. Ó, anyám, hívom a mentőket. Nézd, az elhízás mindig pár plusz kilóval kezdődik, aztán már nem lehet... Megvan! Mi? Hogy honnan jön ez az indokolatlan félelem? A többi előítéletnél nem fenyeget a veszély, hogy egy nap te is olyanná válhatsz, mint akit utálsz és megítélsz, de bárki elhízhat. Talán úgy, hogy sokszor volt terhes, megbetegszik, öregszik. Miért nem térsz ide-vissza? Miért nem teszel fel több kérdést ennek a Ramónának? Nyomulj rá, már majdnem megtört. Nem, ezeket nem használhatjuk fel, túlságosan személyes lenne. Azt hiszi, a barátja vagyok. Most szórakozol? Tényleg azt hiszed, barátnők maradtok, ha vége a munkának? Tudod, én sokkal többféle emberrel barátkozom a suliban, mint te. Tényleg? Meghívod őket buliba? Moziba? Vésd az eszedbe. Azért, mert kedves vagy egy dagi csajhoz, attól még nem változtál jobb emberré, Eli. Csak annyi, hogy szeretnél az lenni. Megmondom nekik. Mindkettőjüknek nem hazadok tovább. Ez nagyon jó ötlet, talán rögzíthetnénk kamerával is, és talán... Nem tudhatják meg, még korán van. Ragaszkodj az időtervhez, Eli. Ezt beszéltük meg. Kiváló. Ne feledkezz el az odacív radiológiai rendszerekről. Nagyon jó lett. Az első jegyet a tesztre adtam, a bekarikázott pedig az a jegy, amit a vizsgákra visztek magatokkal. Nem látok. Pszichés vakság, olvast el. Hidd el. Ezt látni fogod. 4/5, tudod, ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ezt alaposan meg kell ünnepelni valahol. Kitart velem. Muszáj bowlingoznunk, nem vagyok jó játékos, és a cipők biztos gombásak. Nem akarok lábombát. Na, nyugi, Eli. Tök jó lesz. És ha meghúzódik az izmunk, akkor mi van? Nem lesz semmi baj. Menj a cipőkhöz. Rendben? Méret? Elnézést, némául nem tudok, tehát. 8-as. Gratulálok, ugye, hogy ment? És te? Jól csinálod! Jó volt, mi? Hajrá, Ramona! Akkor meg mehet, meglendíted, aztán elengeded, érted? Értem. Majd legközelebb. Szívás. Igazán kedves. Na. Jól van. Na. Jól van rám, csak lazán. Semmi, megint csak semmi. Régóta nem éreztem ilyen jól magam. Hát én sem. Hé, Bálna, tűnés a pályánkról. Bocsi. Rá se rács, Ramona. Ramona? Tényleg? Nem úgy hívják, hogy tehén?
Menjünk máshová. Dehogy, mi voltunk itt először, ráadásul ismerem őket, kampóznak. Haver, mint férfi a férfinak. Melyik libát tömör? Jobb kérdés, hányas kromoszómát hiányzik? Jól van, kisfiúk, a felnőttek bowlingozni akarnak, úgyhogy légy szíves. Hozzád meg kiszólt, és ne aggódj, diétás! Valami bajod van, hapsikám. Igen, utazz vissza az időben, és keresd normális anyát. Szidod az anyámat? George, induljunk! Ez az, húzzatok el! Eli, várj! Eli! Eli, mi a baj? Belement a szemedbe? Jól vagyok, csak hagyjatok békén. Jó, no, előttünk igazán nem kell szégyenkezned. Tényleg nincs semmi bajom, kérlek, menjetek el! Eli, mi a baj? Gyere, hadd lássam. Gyere! Ezt nem értem, mi történt veled? Ez egy maszk. Miért van rajtad maszk? Ne legyetek dühösek, el akartam mondani, mert... Mondd el most! Ez egy rejtett kamerás projekt. Egy dokumentumfilm. Dokumentumfilm? De miről? Hát a kövérségről. Állj meg! Kérlek, hallgassatok meg! George! George! George, kérlek! És akkor megint megkérdeztem a pasitól erre. James, már kétszer is mondtam. Ez konzervnyitó. Elérted? Konzervnyitó. Anya, megint kenyeres vaj lesz? Ha? Ez kész. Mióta szedsz megint gyógyszereket, és minek? A vérnyomásomra egy hónapja. Újabban miért nem eszel semmit? Mert nem járok annyit edzésre. Kevesebb izzadás, kevesebb kaja. Ez igazán nem bonyolult. El. Eli. Szia. Megint én vagyok. Nézd, tudom, hogy meggyűlöltél, és én nem tudom, hogy mit mondjak a védelmemben, de kérlek, adj nekem még egy esélyt. Kérlek. Vártalak, megint elfelejtetted meg. Francba. Onnan? Onnan csúsztam le. Olyan magasról. Hát még szép. De semmi. Egyszer lecsúsztam. Hogy nem volt rajtam ő. Minek? Aztán mi volt? Mit szólsz? Vegyem ezt fel, ha jövőre is megválasztanak királynőnek? Mit gondolsz, Michael? Inkább várd meg az eredményhirdetést. Eli, mi van veled? Csak vicceltem. Mindig elrontod a hangulatot. Kendall, nyugi. Oké, nem érdekel. Megyek, megkeresem a jó fejeket. Ti meg duzzogjatok. Lásd be, volt benne némi igazság. Újabban mindig rossz kedvű vagy. Mi a bajod? Sok minden zúdult a nyakamba, és pár nap múlva itt a záróvizsga is. Értem. De nagyon sokat tanultál. Biztos át fogsz menni. Most magasabb pontszámot kell elérnem. Klassz. Szívesen segítenék, de még szudokúzni sem tudok. De ha nem a tanulás lenne az oka, hanem egy másik pasi vagy ilyesmi, akkor megmondanád? Igen. Igen, ígérem. George, hogy találtál rám? Egy csodaszerre, lásd, telefonkönyv. Legalább a neved nem volt hazugság. Sok másban sem hazudtam neked. Nem fektettél nagy energiát a keretmesébe. Nézd csak, milyen csinos csaj, mi? Kösz. Nem bók volt, csak megfigyelés. Tessék. Mi ez? Jegyzetek és próbavizsga, neked írtam, hogy tudj készülni. Sokat dolgoztál a nyáron. Nem lenne igazságos, ha megbuknál. Inkább bukjak meg, csak Ramona ne lásson abban a hülye áruhában, de kellenek a pontok. Köszönöm. Rád kerestem.
És kiderült, hogy él sportoló vagy itt. Nem volt kitartásod a tanuláshoz, csak a sporthoz. A tanulás soha nem ment jól nekem. Csak egyszer fogom ezt elmondani. Alábecsülöd magad, Alison. Megyek, mert tanulnunk kell Ramónával, meghívnálak téged is, de itt van ez az egész haragszom rád dolog. Persze, megértem. Ne hibáztasd. Soha. De... te miért nem haragszol? Kedveltem a régi Elit, és szerintem az is te voltál. Ez számít. Ha ez segít rajtad, én már... ilyen közel voltam hozzá, hogy lecsapjak rád, bár nem vagyok igazán az esetet. Nem voltál. Dehogy nem. Sőt, még mindig Joycey. Tessék, parancsolj! Amikor befejeztétek, tegyétek le a ceruzát, hagyjátok a papírt az asztalon, és menjetek ki! Miért? Hogy könnyíthess a lelkiismereteden? Hidd el, nem tennéd zsebre, amit mondok. De igen, mondhatsz bármit, megérdemlem. Kérlek, hiába mea culpázol itt nekem. Nem érdekel, mennyire sajnálod. Nem tudom, hogy én... Legalább jól szórakoztál? Mikor megnéztétek az önvallomásomat egy sör mellett? Nem emiatt kellett a dolog, érted, hanem a pénz miatt. Tudom, hogy elsőre szörnyen hangzik, de így van, és én azt gondoltam, segíteni tudok azzal, ha feltárom az igazságot. Igen? Hogyan? Hogy bemutatod mindkét oldalt? Kiteregeted a családod, a barátaid? Magadat? Igazság. Kész röhely. Azt hiszed, kibéleled a ruhád, és már is tudod, hogy érzem magam én? Legközelebb veszel egy szikét, és operálni fogsz? Rendben, megérdemeltem. Az összes kövér ember nevében köszönetet kell mondanom. Biztosan nagyon nehéz lehetett neked. Minden beszélgetésünk valós volt, érted? Még soha nem voltam ennyire őszinte egyetlen barátommal. Mert nem figyelsz rájuk. Milyen könnyebbség lehetett neked lefelé barátkozni? Nem kellett aggódnod, hogy tetszik-e majd a ruhád vagy a szavaid, mert örülhettünk, ha valaki barátkozik soha velünk. Soha nem hittem ilyet. De én hittem neked. Olyan dolgokról beszélgettünk, amikről soha nem beszélek. Te pedig felvetted. Belém láttál. Tudod egyáltalán, hogy milyen ritka ez? Tudom. És nagyon sajnálom. Felejtsd el. Már nem számít. Tudod, én lúzer vagyok. És dagadt is, de legalább nem hazudok. Nem úgy, mint te. Ha kövér vagy, többé már nem a tiéd a tested. Mindenkinek joga van megjegyzést tenni rá. De mégis, hogy gondolják ezt? Hűha.
Azaz, komolyan meglepett. Remek. De ugye tudjátok, hogy még nincs kész. Lányok, a dokumentumfilm a valóságot tükrözi, de van eleje, közepe és vége. A tiéteknek nincs is vége, csak megszakad. Nos, mivel a főszereplő úgy döntött, kilép, úgy gondoltuk, így fogjuk beadni. Nem, ha nyerni akartok. Ez országos verseny, nem házi feladat. Már háromnegyedik kész, igaz? Kellene még valami ütős, egy erős befejezés. És akkor tényleg nyerni fogtok. Hát ez a filmezés volt életem legszebb 4 hete. Fejezzük be. Tiszta fejjel. Biztosan sikerül. Mi van veled? Kicsim, beszélnünk kell. Mi ez itt, kihallgatás? Csak vicceltem. Inkább beszélgetés olyan emberekkel, akik szeretnek téged, és aggódnak a viselkedésed miatt. Te jó ég, na ne már, apa! Szeszélyes vagy, és titkolózol, nem eszel, és nem alszol. Éjjelente az új barátaiddal tanulsz, akiket nem mutatsz be. Kicsim, ha netán drogozni kezdtél volna, vagy táplálkozási rendelleneségeid vannak, te akkor... Te jó ég, ezt hihetetlen. Nekem is nehéz erről beszélnem, Alison. Csak azért csináljuk, mert aggódunk, érted? Aggódsz az én egészségem miatt, anya? Ez nem képmutatás? Hey! Ebből elég legyen. Igen, elég ebből. Találkoznom kell egy barátommal, mert nincs több veszíteni valom. Alison! Szia! Szia! Jó, hogy felhívtál. Furcsa érzésem van kettőnkkel kapcsolatban. Igen, nekem is. Nem igazán találok magamra. Néha azt sem tudom, hogy ki is vagyunk. Pihenned kell. Szórakoznod. Eddie bulit tart a hétvégén. Michael és én is megyünk. Te is igazán eljöhetnél. Ó, hát köszönöm a meghívást. Sokat vagy együtt Michael-lel újabban. Gondot okoz? Kellene? Miért kellene? Ahogy látom, nem jársz vele. Tehát szabad préda. Tényleg? Ja. Tőle is kérdeztem. Nézd, ez most nem verseny, érted? És úgyis mindig mögöttem végzel. Azért, mert mindig azt kell neked, ami az enyém. Megkaptam volna az ösztöndíjat a baleseted nélkül is. Azt nem tudhatjuk. De azt igen, hogy bármikor megkaphattam volna Michael-t. Csak nem akartam lenyúlni a pasidat. De most lenyúlhatom, mert nem jártok. Mizu? Gondoltam, sétálhatnánk egyet, és beszélgethetnénk. Hát, sok a dolgom. Jól van, és ma este? Nem megy. Talán megsértettelek? Ó, dehogy is. Arra sem volt időd, hogy megsértess. Ó, igen, sajnálom, de tudod, sokat kellett tanulnom. Hadd csak, Alison. Egy tantárgy. Ne nézz hülyének. Ha sok vagyok, tessék, tőlem elmehetsz. Nem, nem vagy sok. Nézd, nem jönnél el mégis sétálni? Kérlek. Voltál már úgy, hogy is mondjam, hogy olyasmi mentél keresztül, ami nagyon sok kérdést hagyott benned? Lehet. Hogy érted ezt? Jó van, nos, kaptam egy esélyt, hogy másképp láthassam a dolgokat. De nem úgy sült el, ahogy elgondoltam. Már érted, hogy mit akarok? Nem. Most még annyira sem. Nem tudom, hogy vagy veled, de ez az egész sportsztár dolog nem működik. Nem építhetek már rá. Már nem én vagyok. Lehet, hogy nem is voltam. A lábad miatt van? Mert az rendbe fog jönni. Nem. Sokkal többről van itt szó. Nézd, minket arra neveltek, hogy csak a következő célra összpontosítsunk. A meccsed, de mi van, ha vége a meccsnek, érted? Amikor kikerülök az egyetemi csapatból, akkor mi lesz belőlem? Végzett ember? Pardon.
De tudod... Nem szeretek filozofákat. Jó, tudod mit? Igazad van, tényleg többet kéne együtt szórakoznunk. Kendall mondta, hogy elmentek Eddie buliára szombaton. Sajnos nem megyek, dolgozom. Tudod, nekem is vannak kötelességeim. Nekem már nincsenek. Ígérem, visszatér a régi elé. Bizony. Szia! Szia! Ne már! Figyelsz! Köszönöm múltkori beszélgetés még önről. Segített. Végre valami jó hír. Na igen, mondott? Nem, eszébe sem jutott. Lepattintott, és beégtem. Ó, akkor mit köszönsz meg? Ne szállj el magadtól. Csak hát, még az, hogy nem lehet folyton a leégéstől való rettegésben élni. Csak így tovább, Romeo. Ja, simán elmerek hívni, randizni bárkit. Johanna, csináltunk egy statisztikai elemzést. Csak időkérdés, hogy mikor... Mondd végre egy lány, igen, csak mindegyiket el kell hívni. Felélesztettem a szörnyet, ez csúcs. Hé, tudod, kocogni kezdek a hétvégétől. Talán szeretnél szórakoztatni közben? Oké, de ha izmos leszek, segítesz lerázni a csajokat. Ó, öcsém. Anya! Nem ebédelek itthon, Janie-ékhez megyek. Anya! Mindjárt szétfolyok. Hogy bírja ki ezt az anyám? Na, kapcsold ki! Mit csinálsz itt a szobámban a cuccaim közt? Ez volt a nagy titkod? Hogy föl lesétálgatsz kövérnek öltözve, hogy kicsúfolj? Nem már. Nem rólad szólt ez az egész dolog, érted? A filmemhez kellett. Igaz, amit mondtál? Tényleg szégyelsz engem? Átmegyek Janiehez, nagyon fontos. Nem, Alison, beszéljük meg! Nincs jogod ilyen szörnyűségeket mondani. Ó, nagyon is van, mert ez az igazság. Ezt nem mondhatod komolyan. Mégis mit tegyek, hazudjak, mert mind ezt tesszük itthon, csak hogy meg ne sértsük az érzéseit. Soha nem kértem, hogy hazudj. Nem, azt nem, csak falni kezdtél, ha kiborultál, zsaroltál, és nem akartuk, hogy újra megbetegedj, anya. Ez nem igaz. Nem igaz? Akarod hallani? Jó. Utáltam, hogy nekem van a legkövérebb anyám. Utáltam, hogy védenem kellett téged, ha csúfoltak a suliban. Utálom, hogy rettegek, amikor megbetegszem. Hagyd abba! Miattad rettegek a saját testemtől? Tudod, hogy milyen rossz érzés ez? Nem nekem kellett volna szégyellnem téged, hanem magadnak. Anya, nagyon sajnálom, nem gondoltam komolyan, amit mondtam. Eli! Anya, nyisd ki az ajtót, sajnálom! Eli, mit csináltál? Semmit. Mi van anyával? Csak tűnj el innen, hogy ne. Mi a bajod? Miért vagy mindig ilyen gonosz vele? Nem tudom, érted? Nem tudom! Nézd, ha fel akarod adni, akkor szólj! Mással is ki tudom tölteni a péntek estéimet. Elméletben... Itt vagyok, nem igaz? Lélekben? Nem igen. Gyerünk, mik az ötleteid? Mi legyen a befejezés? Nem tudom. Azt sem tudom, hogy alkalmas vagyok-e még erre. Kösz. Ezzel kint vagyunk a vízből. Jól van, kezdem. Nézzük, mi van eddig. Megvan, hogy hogy bánnak a kövér diákkal a többiek. Aztán ott van Ramona, aki bevallja, miért érzi rosszul magát. Mi kellene még? Miért? Azért, mert be kell fejezni valahogy. Ez az, ami hiányzik. A miért? Éppen ezzel vádolt meg Ramona is. Egy oldalú a történet. Eddig csak azt mutattuk be, hogy mennyire utálják a többiek a kövéreket, de eszünkbe se jutott megkérdezni, hogy miért. Talán ez kell. De két vége a nyári sulinak. Bárkit az utcán. Nem, az nem elég, mert az idegenek könnyen rámondják, hogy nekik nem tetszik az igazi el, se kövéren, se vékonyan. Na és azok, akik jól ismernek engem? Mondjuk a barátaim. Rendben. Józanodj ki, ébredj fel. Kendall mondta, hogy Eddie bulit tart, oda megyünk. Megjelenek, mint kövéreli, és meglátjuk, hogy mit szólnak. Leleplezem magam, és megkérdezem, hogy miért. Ez kész öngyilkosság. Hogy jutott egyáltalán eszedbe? Mondjuk én is szeretném tudni a választ. Mindegy is. Ha nem teszem meg, csak magamat védem, és nem a kövéreket. És nem érdemlek védelmet azok után, amit tettem. Hé! Hey. Ez nem valami nyakatekert vezeklés azért, mert megbántottad a kövér barátaidat?
Miért ez baj? Nem, mivel ez lesz a befejezés. Oké, úgy érzem, percenként vécére kell mennem. Ez húzós. Jó, a táskámba tettem a kamerát, ezzel veszlek majd fel. Rendben. Menjünk. Hú, ez jó. Remélem, így lesz te is. Cicus! A barnát! Sajnálom, de féltem, hogy elvesztelek a tömegben. Na, én jól érzem magam. Olyan, mintha egy reklámforgatáson lennénk. Jó van, csak vegyél végig. Kérsz kólát? Elnézést, bocsánat. Köszönöm, bocsánat. Nem akartam, nagyon sajnálom. Bocsánat! Francba! Annyira sajnálom. Nem baj, van itt még épp elég pia. Ki hívta meg a párnát? Talán eltévedt a hűtőházba menet. Jimt is raktál bele? Jó, hogy ennyi pia van, nem ellenőr is senki. Hát ez az. Még jó, hogy nem láttam. Jó kis átver, és azt mondtad, hogy nem tudsz eljönni. Igen, már végeztem. Nem láttad előtt? Egész este nem vette fel. Jól van, figyelj. Tudod, hogy a barátnőm, de olyan idegesítő, hogy mindig megjátsza a kedves lányt. Hogy tudod elviselni? Nem a te stílusod. Akkor ki az? Szerintem Eli az egyik legtermészetesebb csaj az ismerőseim között. De meg mit csinálsz itt? Menjünk kell, nem bírom tovább. Nyugi, már igazán hozzászokhat. De nem a barátaim közt, így nehéz, sokkal, sokkal nehezebb. De a te ötleted... Tudom, de tévedtem. Hallgatnom kellett volna rád, igazad volt. Én csak jóvá akartam tenni, amit Ramónával és az anyámmal tettem, de ez csak még ront a dolgokon. Te jó ég. Csak azért, mert itt van az ostoba pasid. Így van, igaz? Nem szeretnéd, ha a menősrác kövérrel lát. Elege van, hogy hazudnom kell a barátaimnak. Eli! Eli! Igen, de akkor te is ott voltál. Mi újság, Miss Ruffy? Nem emlékszem, hogy téged is meghívtalak. Kérem, Bébi, táncolj velem, rázd a senked. Nagyon vicces. Szeretnék elmenni. Kérlek, engedj el. A bajnád! Hagyd már abba! Köszönöm, viszlát! Hozza valaki a targoncát! Fogd már be! Akkor a bunkó vagy. Mi az? Már viccet sem szabad mondani? Ezt nem hiszem el. Viccet? Így képzeled el? A viccet. Tudjátok, azt gondoltam, hogy mindenféle új neveken fogtok hívni. Vagy nem engedtek be, de ez... Lehet, hogy hátsó szándékkal jöttem, de nektek kéne szégyelnetek magatokat. Eli? Te jó ég. Ez Eli? Figyelj, ez azért elég furcsa. Mi a fene folyik itt? Egy kísérlet, és elbuktátok. Azért jöttem ide, hogy filmre vegyük, hogy bánnak egy kövérlányjal azok, akik előtte is ismerték. Milyen film? Hol a kamera? Rendben, ez egyre bénában hangzik. Jamie-vel jöttem, egyikünket sem hívták meg, ugyan mégis végig engem lögdöstek csak és csúfoltak. Mi lehet ennek az oka? Eddie? Nem tudod a választ, ugye? Na és a többiek? Akik semmit sem tettek, csak kinevettek. Most is olyan vicces? Jól van, szerintem el kéne menned. Sajnálom, hogy hazudtam. De ezt nem. Sikerült felvenned? Eli. Apa, nem lehetne ezt máskor, kérlek. Anyád egész éjjel zokog a szobájában. Elmondanád, mi történt? Mm.
nagyon gonosz dolgokat mondtam neki. Pedig nem akartam, esküszöm, csak kibudjant belőlem, nem tudtam leállni. Nagyon megsértettem. Értem, gyere, ülj le el. Ez részben az én hibám, mivel én nem akartam, hogy anyád súlyáról beszéljünk, azért, mert nagyon szégyelte magát. Nem azért, mert én szégyeltem. Oh, nem ár, apa, nem mondd, hogy nem utáltad, amikor óriásira dagadt. Mert én emlékszem, én is ott voltam. Nem beszélgettetek, nem ölelted meg. Attól féltem, hogy elmész. Azok bizony nehéz évek voltak, mert most több okból is. Van olyan, hogy szeretsz valakit, és mégis haragszol rá, Alison. És te is szeretted anyádat, még nagyon kövéren is, igaz? Az dühített fel a legjobban, hogy miért teszik, amikor tudja, hogy belehalhat. És úgy éreztem, hogy engem már nem is szeret. El tudod képzelni, mit éreztem? Tudod mit, kicsim? Ezt elmondhatnád neki is. Soha nem voltál kövér, nem értheted. Hát megpróbáltam. Ebből jött az egész dokumentumfilm ötlete. És? Mit tanultál? Hát, hogy egyáltalán nem is rád haragudtam, hanem féltem. A harag jobb érzés. Mitől féltél? Sok mindentől. Talán attól, hogy öröklöm, és én is kajafüggő leszek. Vagy, hogy újra megbetegszel, és meghalhatsz. Először látom ezt más szemével. Ezért vagyok olyan boldog, hogy filmre vettük. Egész eddig csak azzal törődtem, hogy a súlyod hogy érint engem. Arra nem is gondoltam, hogy érinthet téged. És hogy mekkora dolog volt, hogy le tudtál fogyni. Nagyon nehéz volt. Most is az. Akkor miért engedett, hogy Adam is megélje ezt? Te tudod a legjobban, hogy milyen rossz érzés. Ő az én alkatomat örökölte. De számít ez a plusz tortaadag is vacsora után, és hogy gyors kajádába hívod meg, és hogy ráhagyod a hétfői pizza estjeit. Nézd, Alison, én soha nem voltam S-es méret. És az anyám mindig piszkált a súlyom miatt. Ezért nem hagyom, hogy mások ráerőltessék Adamre, hogy mi miatt kellene szégyelnie magát. Ez csak kibúvó. Nézd, nem azt kérem, hogy büntesd meg, hanem azt, hogy támogasd. Ha felnő és rossz szokásokat vesz fel, az egy dolog, de ne add át a tiedet. Nem jó így. Rendben. Én így gondolom. Az anyád vagyok, és biztonságot nyújtok neked. Ide tartozik, hogy egészségesen éljek, és Adam is. De amíg a súlyom nem veszélyezteti ezt, több tiszteletet kéne mutatnod. És felnőtt vagyok. Nem kell, hogy a lányom számolja a kalóriáimat, mert az sértő. Rendben? Rendben. Ja. Ja, és soha nem fogok reggelire séket inni. Oké, nem is kell. A méreted? Beszélhetnénk? Ne aggódj, nem adjuk be a filmet. Az nagy hiba lenne. George azt mondta, több kópia is lesz, ha nyertek. Sok emberhez eljutna. Igen, de nem épp ez a probléma? Az nem jó, ahogy az emberek bánnak velem néha, sokszor. Miért kéne titkolnom, mikor nem én teszek vele rosszat? Ha nem engedném bemutatni, és nem szólnék semmit sem, az nem azt jelenteni, hogy valahol úgy érzem, megérdemlem? Nem te vagy az egyetlen, aki rájött dolgokra. Szerintem a kövéreknek többet kéne mosolyogniuk. Most már nem tudom, mi legyen a film mondani valója, hogy hol kezdjem el, és... Mondd az igazságot. Csak a te is megmondod. Lehetünk még újra barátok? Ez bonyolultabb. Utálom, amit tettél, és nem bocsátom meg. De azt sem fogom elfelejteni, hogy hosszú idő óta te vagy az első, aki azt mondta, mást érdemlek. Mutasd be! Győz! Hadd lássa mindenki, milyen ez. Mert nem akarok többé csendben tűrni. Ramona,
George-a moziba megyünk a hétvégén, azt szeretnél... Inkább nem. De köszi. Jellemző rám, háttérbe vonultam. Őket akartam próbára tenni, de végül is hagytam, hogy engem tegyenek próbára. Nos, eddig ennyi. De hogy tetszett? Csak azt nem értem, miért nem mondtad el. Mert már annyi embernek hazudtam, hogy könnyebbnek tűnt. Tényleg ez az oka? Hát, azt sem akartam, hogy kövérnek láss, mivel... Jól van, tételezzük fel, ha most hirtelen nagyon, nos, meghéznék. Úgy is tetszenék. Komolyan hallani akarod? Igen. Hát, tételezzük fel. Nem tetszenél. Hát, kösz, hogy bevallottad. Igen, de akkor sem tetszenél, ha olyan lennél, mint a csupacsont modellek. Ja. Ez komoly. Tudom, hogy nem akarsz katujet, de élsportolók vagyunk. Kitartóak, és versengők, és örülök, mert ez a közös bennünk. Érted? Uh-huh. Jó. Mert amit régebben mondtál, az is közös bennünk. Nem akarok csak az ösztöndíj miatt kitűnni a fősulin. Jó van, üzletet ajánlok. Ösztöndíjjal vagy sem, de bejutok valahogy ezt tétre. Együtt fogunk nem kitűnni majd ott, jó? Klassz. Oké. Okay. Hát moziba készülök egy barátommal, George-al. Megiszol egy kávét utána velünk? Áj, várjunk csak, beavatsz végre a titkos életedbe. Igen. Ez csúcs. Jobb a lábad? Igen, miért? Egész nyáron utánat kellett rohangálnom, most én futtatlak meg téged. A vonalról. Várj. Mi a jobb? Ha úgy teszek, mint a tényleg versenyeznék, vagy ha simán legyőzlek? Nyomás! Nem már, ez csalás! Mi is az? Úgy sem tud elkapni. Na várj csak! Nem a kövérségről tudtam meg sokat, hanem az önazonosságról. Ki irányítja? A tömeg? A barátaid? A szüleid? Vagy te? Menő! Háj, pacni. Egy nyára mindkettő lehettem, Amerika legrégibb kasztrendszerében. Mert kövér vagy vékony, népszerű vagy lúzer, mindez csak attól függ. A világ határoz meg téged, vagy te mondod meg, ki vagy.